Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A betegek kenete, amely a hét szentség közül az egyik gyógyulást adó szentség számunkra, a Szent Jónás mellett, arra irányítja a figyelmünket, hogy mi testileg sokszor gyengékké tudunk válni, beteggé tudunk lenni. A betegség, amely nem csak a testünket, a fizikai valunkat, hanem sokszor a lelkünket is megviseli, egy olyan állapot, amelytől szabadulni akarunk. Akarunk meggyógyulni. És kérjük Krisztustól azt, hogy a legfontosabbal tudjuk kezdeni ezt a gyógyulást, a lelkünk gyógyulásával. Ezért ennek a gyógyulás szentségének a kiszolgáltatása közben nem csupán a testünkre kapunk enyhülést, a testi fájdalomra, betegségre, hanem ez egyfajta iránymutatás is számunkra, hogy hogyan lehet a lelkünk igazából szabad ettől a földi testtől, amely akár a szenvedéssel, akár a betegséggel, akár a nehézségeivel valójában rabságban is tarthat bennünket. Mi is a betegek szentsége, vagy a betegek kenete? Megint egy kicsikét messzebbről indulnánk. Nagyon sokan, amikor papot hívnak, vagy éppen egy beteghez szeretnék, hogy eljöjjön, mint egy lelki atya, azt mondják, hogy jöjjön el hozzá, mert szeretnék, hogy föladja az utolsó kenetet. Itt tisztáznunk kell rögtön az elején. A betegek szentsége, a betegek kenete, az nem az utolsó kenet. Abban az esetben, hogyha a haldokló már tényleg olyan stádiumba került, a végén van a szenvedésének, és már nagy valószínűség szerint újra nem tud más szentséget fölvenni, akkor ez valójában tényleg olyan betegek szentsége, olyan betegek kenete, amely utolsó kenet is. És egyben ez a szent útra valóval való megerősödéssel, vagyis a szent áldozással kiegészülve, már úgymond nem e földi gyógyulásra irányítja figyelmünket, hanem az örök életre való lelki gyógyulásra. Két fő eleme van tehát a betegek kenetének. Az egyik, az maga a testi gyógyulásnak a kérése. Nagyon sok esetben talán elfelejtjük azt, hogy Istennek van csodatevő ereje. Van olyan kegyelmi hatása, olyan kegyelmi ereje, olyan kegyelmi forrása Istennek, amelyet úgymond az orvosok is nagyon sokszor megtapasztal. Amit látják, hogy valaki szenved akár hosszú heteken keresztül, és aztán történik valami változás, például mondjuk egy betegek kenetében részesül valaki, vagy éppen imádkoznak érte, vagy éppen ő imádkozik, vagy őszintén megtér, és megtörténik a csoda. De alapvetően azért látnunk kell ebben a jelenlegi helyzetben, amikor körülvesz bennünket ebben a világban meg annyi tragédia, meg annyi halál, és szomorúan szemléljük akár azt, hogy paptestvérek is meghalnak. Meghalnak olyanok, akik nap mint nap templomba jártak, vallásosak voltak, elkötelezettek voltak Isten mellett, és akkor fölmerül sokakban, hogy na hát Isten nem mentette meg őket. Nem jó semmire a betegek kenete. És itt kell tisztáznunk azt, hogy valójában Isten mindig a legnagyobb ajándékot kívánja adni számunkra. És vannak olyan helyzetek, amikor bizony ez a nagyobb ajándék nem a testi gyógyulás, hanem az örök hazába való megérkezés. Ezt elfogadni persze egy gyászolónak rettentően nehéz. Hiszen a betegek kenetével kapcsolatba lépve nagyon sokan talán attól tartanak, és azért nem hívnak papot, mert az már egyből valójában arra mutat rá, hogy na itt a vége, most már nekem is el kell kezdenem elbúcsúzni. Valójában azonban tényleg lehet belőle gyógyulás. De ez nem jelenti azt, hogy azok a paptestvérek, hívők, vagy éppen nem hívők, akik az elmúlt hetekben meghaltak, ők nem nyerték volna azt a kegyelmet, amit Isten adni kívánt számukra. És még inkább el kell felejtenünk azt, hogy Isten akarta volna az ő szenvedésüket, vagy Isten akarta volna, hogy ők betegek legyenek. Nem.
valójában maga a betegség, a rossz, a szenvedés, a bűn következtében lépett be ebbe a világba, mint tudjuk, ennek a hátterében ugye a gonosz állt, és valójában Isten nem akarja mi szenvedésünket. Megengedi, de nem akarja. Nem akar rosszat az ő gyermekeinek. Megengedi sokszor azért, mert talán valami nagyobb ajándékot akar adni számunkra. És a betegek kenete is például egy ilyen szentség, amelyet egészségesen nem vehetünk fel. Csak az veheti fel a betegek kenetét, aki már betöltötte a 60. életévét, vagy egy súlyos betegsége van, például mondjuk a koronavírus, vagy pedig hosszabb ideje tart neki egy betegsége. Ezt a hosszabb időt, akár egy több hétre elnyúló betegség esetében is már érthetjük, tehát ez nem jelenti azt, hogy valakinek olyan betegséggel kell rendelkeznie, ami már évek óta tart. Valójában Isten úgy alkotta meg a mi testünket, hogy az képes legyen meggyógyulni. És nagyon sok esetben a fizikai gyógyulásnak az akadályozója valamilyen lelki tényező. És itt térnék át a másik hatására, ami nagyon szorosan összefügg a betegek kenetének. Ez pedig a lelki gyógyulás. A lelki gyógyítás. A betegek kenete ugyanis valójában előkészít bennünket egy lelki gyógyulásra. Ha a Szentírást lapozzuk, akkor többször találkozunk ezzel, hogy Jézus miközben odalépett a betegekhez, vigasztalta is őket, akart nekik nem csupán testi betegségükre gyógyulást adni, sőt először a lelkükre akart figyelni, bűnék bocsánatot nyertek. Éppen ezért a betegek kenetének a kiszolgáltatásához is szorosan hozzá kapcsolódik a szent gyónás. Vagy hogyha a szentgyónás nem is lehetséges, legalább a tökéletes bánat felindítása és a feloldozás, amelyet a lelki atya megad ennek a szentségnek a kiszolgáltatásakor, még egy haldokló esetében is. Egy haldokló bele tud kapcsolódni, de csak lélekben ebbe a feloldozási szövegbe, akkor feloldozást nyerhet. És a betegek kenetének a kiszolgáltatásánál találkozunk a szentség anyagával, a szent olajjal, amivel megkenjük a betegnek a homlokát, illetve aztán a két kezét. Régebben találkozhatunk azzal a gyakorlattal is, hogy nem csupán a homlokát, illetve a kezét, hanem a lábát is megkenték a betegeknek. Ez a II. Vatikáni zsinat előtt még teljes egészében gyakorlat volt, és utána kérték is, hogy mivel ezt a szent olajjal kenik meg, hogy utána ne nagyon sétáljon már. De magának a szentség kiszolgáltatásának ez ugye az anyaga, egy olyan olaj, amelyet megáldottak, az olajszentelési szentmisén szokta ezt a püspök megáldani, nagy csütörtökön, illetve abban az esetben, hogyha nincsen például lehetőség ilyen szent olajra, akkor van lehetőség arra, hogy maga a pap otthon megáldjon egy olajat, vagy éppen ott a betegnél, és ezzel az olajjal szolgáltassa ki a szent kenetet. És ennek a szövege pedig, amikor a homlokot kenjük, hogy e szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmében. És erre ámennel szokott válaszolni a beteg, majd utána a kéz megkenésekor szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. Vagyis megint csak itt van, hogy szabadítson meg, mint ahogyan a szentgyónásban is egy szabadulással találkozunk, itt is erre a szabadulásra irányítjuk figyelmünket. Szabadulás a testi betegségtől, de szabadulás a lelki betegségtől is. Illetve elsősorban attól való szabadulás, amire nekünk leginkább szükségünk van. Ez egy ajándékozó szentség. Éppen ezért nagyon sokszor talán elfelejtjük, hogy maguknak a betegségeknek, amik például mondjuk nem ilyen fertőzésből, vagy éppen eltörik valakinek a lába, vagy balesetből, ilyenekből fakadnak, ezek nagyon sok esetben lelki betegségből fakadnak. És valójában a lelki sebzettségünket, lelki betegségeinket is akarja gyógyítani a betegek kenete, a szent kenet. Készüljünk méltó lélekkel rá, hogyha olyan állapotba kerülünk, hogy a szent kenetet kérhetjük paptól, hogy adja föl ránk. Most nagyon szigorú szabályai vannak ebben a helyzetben, ennek a kiszolgáltatásának,
de úgy gondolom, hogy mind a lelkünk, mint a testünk gyógyulása érdekében ne halogassuk sohasem az utolsó pillanatra, amennyiben indokolt és tényleg valaki az utolsó nagy útra készül, vagyis haldokló. Ha feltétlenül, hogyha ez végakarata volt, akkor a hozzátartozók érezzék kötelességüknek is, hívjanak papot. Kívánom, hogy Isten gyógyítsa a mi testi és lelki betegségeinket, és a szabadulásnak ezzel a szentségével, a betegek kenetével készítsen elő bennünket arra, hogy gyógyulást nyerjünk Isten kegyelméből, Isten szeretetéből.